Ez egy 1970-es évek végén épült panelépület volt, óvodaként működött ezelőtt is a gyöngyszemtag óvodaként. Amikor megkaptuk ezt a projektet, akkor az elsődleges célunk az volt, hogy a sűrű helyiség struktúrát fellazítsuk, sokkal több szabad teret hozzunk létre a gyerekeknek, ami a szabad játéknak lesz majd a helyszíne. Ezt úgy értük el, hogy az épület egy emelet ráépítést kapott, és az megmaradó épület tömbök között függönyfallal határolt tágas tereket hoztunk létre. A fa az íves lépcsőház közepébe az igazából egy ajándékként került be a kivitelező cég és a mi irodánk által, mert elég jó volt az együttműködés a kivitelező céggel, és ők is nagyon kedvelték ezt a projektet, és igazából ennek az eredménye lett ez a fa felajánlás az óvisok számára. Az elején ugye meglátogattuk a még működő óvodát, ott sok információt kaptunk, legfőképpen ugye vizuálisan, hogy hogyan működik, milyen egy napjuk az óvisoknak, mik azok, amik jelenleg kevésbé működnek jól, átalakítandóak, mik a vágyak, az igények, és később a tervezés során nagyon sokszor konzultáltunk az óvónőkkel, a vezetőkkel, és mindenkivel, akinek tapasztalata volt az épület működésével kapcsolatban. Az eredeti épületnél több bejárat is található volt, nehezen lehetett tudni, hogy hol kell bejutni, ezért ez fontos volt, hogy az új épületnél egyértelmű legyen a főbejárat. A Tilzemans murália azért került a bejárathoz, hogy ezzel is jobban kihangsúlyozzuk. Szalai Péter találta ki a koncepciót, és Kristóf Gábor volt az, aki megvalósította. Az összes az épületbe található Tilzemans műalkotást. Szerettük volna, hogyha végigfut a házon ez a kreatív ötlet, amit ő kitalál a bejárathoz, és így lett a végeredmény az, hogy ő színekből és formákból rakott össze viszonylag absztrakt jeleket a gyerekeknek, és a bejáratnál a képen ezeknek a mixe található, így minden gyerek megkeresheti a saját jelét a bejáratnál is. Nagyon hálás dolog építészként óvodával foglalkozni. A leghálásabb része az a visszacsatolás, amikor pont a MADE-re készítettük a képeket, és ott találkoztunk már az óvoda használóival is, ami egy ilyen személyes élmény volt, hogy hogyan használják a hétköznapokban a már elkészült házat, mert mindaddig csak egy elmélet volt, hogy hogyan tudna jól működni az óvoda, de ott így meg is bizonyosodtunk róla, hogy ez így tényleg működik.